Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadás sorozat 31. szemeszterének első szemeszternyitó előadásán a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 31. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged televízió műsorában is megtekinthetik. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Most felkérem professzor dr. Zakar Pétert, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettesét, nyissa meg az STS Szabad Egyetem 31. szemeszterét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy a Szegedi Tudományegyetem vezetése nevében én is tisztelettel köszöntsem azokat, akik részt vesznek ezen a kurzuson. Idén is arra törekedtünk, hogy lehetőleg minél sokszínűbb előadásokkal találkozhassanak itt. Jönnek itt a polimergyökök, a COVID utáni fogyasztási szokások, modern pedagógiai módszerek, műholdak, és még ráadásul az 1848-49-es forradalom és szabadságharc is. Hagyomány, hogy ezt az előadás sorozatot ilyenkor a család hetéhez kapcsolódóan valamilyen olyan témával nyitjuk meg, ami a párkapcsolatokhoz köthető. Így lesz ez az idén is. Tekintettel arra, hogy meglátásom szerint minden olyan idő, amit az ember a szelleme vagy a lelke gazdagítására szán, az nem kidobott idő. Ebben a reményben kívánok Önöknek itt hasznos időtöltést, izgalmas előadásokat. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. És a szemesztert megnyitom. Köszönjük professzor dr. Zakar Péternek a megnyitót. Mai előadónk Kozma Vízkeleti Dániel, Debrecenben végzett pszichológia történelem szakon. Klinikai, szakpszichológusi, majd pszichoterapeuta szakvizsgát is tett. Rendszer szemléletű családterápiából kiképző pszichoterapeuta, emellett pszichodráma, relaxáció és hipnózis módszereket tanult. Egészségügyben, oktatásban és humán erőforrás fejlesztésben szerzett tapasztalatokat pszichológusként. Magánrendelésén párokkal és családokkal dolgozik, kiképző pszichoterapeutaként ennek elméletét és módszertanát oktatja, emellett önismereti és szupervíziós csoportokat vezet. 6 évig a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrumán tanított, jelenleg a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet, valamint az ELTE tanácsadó, illetve szexuálpszichológus, szakpszichológus képzés oktatója. Heti rendszerességgel szerepel a médiában is. Az elmúlt néhány évben több mint 400 előadást tartott szakmai és érdeklődő laikus közönség előtt egyaránt, hazánkban és határainkon túl is. 2 könyvfejezete mellett mintegy 30 cikke jelent meg szakmai vagy népszerűsítő folyóiratokban. Felkérem előadónkat, tartsa meg az előadását. Kezüket csóklom, jó estét kívánok! Én vagyok ez a Kozma Vízkeleti, ebből a Dánielt érdemes megjegyezni. Az elejét én is hosszan gyakoroltam, ráadásul a nevem a házasságomhoz kötődik, és mivel a házasság hete alkalmával köszönhetem Önöket, illendő, hogy erről is meséljünk. Nagyon örülök, hogy itt lehetek Önök között, és megérintő, hogy a személyes jelenlét mellett a tévékészülékek előtt is köszönhetem a kedves nézőket, és külön öröm számomra, hogy az aktív társkereső nemzedéken túl
a régebb óta fiatal nemzedék tagjait is a nézők sorában köszönhetem. Nyilván egymástól tudunk tanulni, és a tapasztalatok összeadódnak. Vágjunk is bele, ahogy a sebész kollégák is mondják. Nagyon köszönöm a felvezető szavakat, bő két évtizede párokkal és családokkal dolgozom. Ennek a tapasztalatát hoztam el ma ide maguknak. Azért is örülök, hogy ennyien eljöttek, és hogy férfiakat is látok a hallgatóság soraiban. Képzeljék, ahonnan én jövök, tudják, messziről jött ember, azt mond, amit akar, el ne higgyék. Ahonnan én jövök, a Duna két partján van egy település, Budapest a neve, talán hallottak róla. Ott, ha hirdetünk egy előadást lelkiségről, párkapcsolatokról, akkor általában három férfi lézeng a nézőtéren. Abból is kettő azért, mert a párja mondta neki, hogy Béla, eljössz, mert különben nem készítek kukorica gölödint számodra. És ez már be is vezeti a témánkat, hogyan lehet tartós és harmonikus párkapcsolatunk, nem harmonikás, tehát hogy nem a zenébe vezetjük ma este be magunkat. Néhány évvel ezelőtt szintén Budapesten hirdettünk egy előadás sorozatot, ez volt az egyik előadás, a másik előadás pedig arról szólt, hogy hogyan választunk párt. A párválasztásról szóló előadás 14-szer meg kellett ismételni, mindannyiszor telt házzal, mert akkora volt az érdeklődés. Ezt az előadást egyszer tudtuk eladni, akkor is félig volt a nézőtér, és ez rögtön rá is világít, az a tapasztalatom, hogy valamiért most egy olyan kultúrában élünk, ahol az összejövésnek tulajdonítunk valami különleges varázslatot, mintha azon múlna minden. Ez olyan, mintha azt gondolnánk, hogy az egyetemi felvételi múlik minden. Ha fölvettek, hátra dőlhetek, és utána következik néhány jó év, aztán egyszer majd úgy is elköszönök a Mama Hoteltől és a Papa Banktól, de hogy addig lesz egy ilyen kiváló lébecolós lehetőség. Vagy hogy mintha azt gondolnánk, hogy a igazi lényeg az az állásinterjú, és ha egyszer fölvettek egy munkahelyre, akkor ott már passziánszozhatok naphosszat a számítógépemen. Valahogy így tekintek erre is, hogy nagyon sokan azt gondoljuk, vagy tényleg él bennünk ez a hiedelem, hogy minden a választáson múlik. Nézzük azért meg ezt picit részletesebben. Előjáróban hadd szögezzem le, hogy itt már nagyon komoly dolgokról lesz szó, mert hogy a hivatásom művelése az nem zárja ki az oldott hangulatot. Túri Ferenc professzor, a hazai családterápia egyik nagy öregje, ő szokta mondani, hogy onnan lehet tudni, hogy egy terápiás teremben családterápia zajlik, hogy onnan kacagás hallatszik ki, míg nyilván, ha valahol analízis zajlik, ott ilyen hangos zokogások szoktak lenni. El ne higgyék, persze ez is csak egy kép, de hogy megfér a komoly mondandóval az oldottság. A másik, amit így előjáróban szeretnék előkészíteni gondolatot a maguk számára, nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy ha eljönnek kliensek, vagy az előadás végén lesz lehetőség kérdezni, itt nem így lesz. De ahonnan én jövök, ott úgy szokott lenni, hogy és tessék mondani, kérdezi mondjuk egy férfi, a nők tényleg érthetetlenek? Hát, nagyjából igen. Vagy a hölgyek kérdezik, hogy és tessék mondani, hogy a férfiak tényleg ilyen egyszerű lelki szerkezetek, hogy így input, output, és akkor a kettő között olyan különösebb gubancok nincsenek. Szóval, hogy nagyon gyakran tapasztalom, hogy mindig a másikat akarjuk megérteni. Én rendben vagyok, nem? Hát én úgy vagyok, kerek, ahogy vagyok, de mindig a másik fura, ő a sükebóka, ő nem csinál valamit, vagy pont csinál valamit, de minek, mert nehéz érteni. Hát arra biztatok mindenkit, hogy azt hiszem, hogy az visz bennünket előre, ha a saját portánk előtt söprünk. Szóval az önreflexió és az önismeret az, ami igazán fölvértez bennünket a tartós és harmonikus párkapcsolat tekintetében, nem pedig az, hogy a másikat úgy jól meg akarjuk érteni. Ez nem szül jóvért egy kapcsolatban, hogyha állandóan a másikat kér, te mérezd így, mérezd úgy. Hát én rendben vagyok, én velem nem kell foglalkozni, de veled aztán nagyon, mert te olyan értetetlen dolgokat mondasz. Emellett a hivatásom művelése megtanított arra, hogy bárhogyan dönthetünk, utána ne játsszuk el, hogy meglepődünk a szinte kiszámíthatóan bekövetkező folyamán. Biztos önök között is vannak, akik extrém sportolók, vagyis 3 hónap után is benne maradnak egy párkapcsolatban, nem csak együtt jönnek haza a strandfestről, hanem még utána is együtt gyűrik az ipart. Ennyi idő után pontosan szoktuk tudni, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy a párunk morogni kezdjen. Ez teljesen rendben van, ez egy fontos tudás, nem lehet ugye mindig békében élni. Az is teljesen
teljesen rendben van, néha úgy döntünk, hogy megnyomjuk a párunkon ezt a bizonyos piros gombot, vagyis megtesszük azt, amire teljesen kiszámíthatóan morogni fog. Például Pál Feri kedvenc amerikai családterapeutája John Gottman szavaival, egy erős indítással, nem mondom meg ki Pál Feri kedvenc magyar családterapeutája, szóval John Gottman erős indításnak hívja azt, amikor hazaér a párunk, még le se vette a kabátját, és úgy nekifutásból fölteszünk neki 76 kérdést, legyen közte az a, ilyenkor kell hazajönni, meg az eddig hun voltál. És hogy ez is teljesen rendben van, nem lehet mindig békében élni, meg a párterapeuta kollégánknak is élni kell valamiből. Ezután jön az izgalmas rész, eljátsszuk, hogy meglepődünk. Te most miért vagy ideges? Van olvasmányélményük hasonlóról, ugye? Te miért vagy ideges? Hát én csak itt hetszellek 3/4 órája, de te miért vagy ideges? Azt mondd meg, ne legyél ideges, ne emeld fel a hangodat. Hát, azt hiszem nem kell ilyenkor eljátszani az őzike halálát, nyugodtan veregessük meg a vállunkat, föl akartalak bosszantani, és sikerült. Jó, ha a párkapcsolat ilyen kiszámítható és bejósolható eseményekből áll. Nézzük meg, hogy miben hiszünk, milyen hiedelmeink vonatkoznak a párkapcsolatra, hiszen azt hiszem a tartós és harmonikus párkapcsolatra való fölkészülés még azelőtt kezdődik, hogy elmegyünk az első randevúra. Ugyanis már ekkor él a fejünkben egy csomó elképzelés, mire való egy kapcsolat, hogyan lehet ismerkedni, vagy hogyan nem, milyen szabályok vonatkoznak rá, mit várok a páromtól. Azt általában ritkán gondoljuk végig, hogy én mit fogok nyújtani neki, mert hát én majd csak mosolygok, de hogy mit várok tőle, azt általában azért így összeszedjük. Na, nézzük meg, hogy milyen hiedelmeink vannak. Az egyik, amit már a előkészítésben említettem, nagyon elterjedt elképzelés, hogy a párválasztás a választáson múlik. Az a lényeg, hogy jól kiválasszak egy párt, és onnantól aztán örök élet, ingyen sör, habzsi, dőzsi, tehát, hogy ott eldől minden, ha ügyesen választok, akkor mi nagyon összeillőek leszünk, ha nem ügyesen választok, hát akkor pedig az előbb-utóbb kiderül, például 3 év után kiderül, hogy ez is büfög, amikor sört iszik, vagy ez is állandóan az anyukáját hívogatja, stb. És akkor mondhatom, hogy csalódtam. Miben is csalódtam ilyenkor? Általában abban a képben, amit belevetítettem a másik, hogy őnek ilyennek kéne lennie, csak még nem látszik rajta. Ha elfogadjuk azt, hogy a párválasztás a lényeg, tehát a párkapcsolat sikere a választáson múlik, akkor nyilván föltárhatóak a választás szempontjai. 22 év párterápiás praxis tapasztalata alapján azt kell mondjam, hogy nem a választáson múlik, sokkal inkább azon, hogy utána mit kezdünk egymással. Megajándékozzuk-e egymást az érdeklődéssel, összecsiszolódunk-e, alkalmazkodunk-e, figyelembe vesszük-e, tekintetbe vesszük-e egymás érzelmi és egyéb lélektani szükségleteit, avagy sem. Szóval nyugodtan dőljenek hátra, nem azon a 2 percen múlik, amikor itt átsétálnak a kampusz presszóba, elfogyasztanak egy diabetikus limonádét vagy 2-t, utána rákacsintanak valakire, és ha rosszra kacsintottak, utána az egész életük el van rontva. A másik hiedelmünk, hogy majd rajtunk kívülálló erők megmondják, hogy ki való nekünk. Ez azért nagyon izgalmas, mert ha itt önökre ez nem igaz, természetesen. De ha itt kimennénk az előcsarnokba, és megkérdeznénk 100 fiatalt, értelmességi fiatalokat, hogy hisze a horoszkópban, 100-ból 110 azt mondaná, hogy nem, de hogy is, hát ne vicceljen már, hát én egy ilyen értelmiségi vagyok. Ugyanezek a személyek aztán loholnak a újságárushoz, megveszik a nőklapja ezotéria külön számot, és lapozzák föl a szerelmi horoszkópot, hogy jól meg tudjam nézni, hogyha rák vagyok, ezért így hátrafele megyek, akkor egy kost kell választanom, mert az így pif, szalad előre neki a falnak, és akkor jól kifogjuk egészíteni egymást. Szóval, hogy majd rajtunk kívülálló erők így megmondják, és akkor nekünk nem nagyon kell tanakodni, hogy ki kell nekem, hanem így megkérdezem, hogy na te ki vagy, meg honnan a születési évedet mondjad meg, és rögtön mondom, hogy illünk-e egymáshoz.
A másik elképzelés a párkapcsolatra vonatkozóan, hogy létezik egy ilyen forgatókönyv, hogy hogyan szükséges megismerkedni és összejönni egymással. Általában mindannyiunk fejében van egy hiedelem, hogy az első randin például exekről és emésztési problémákról nem illik beszélni, az még nem odavaló. És ha a harmadik randi után nincs smár és a negyedik után szex, akkor meg nem érdemes további erőfeszítéseket tenni. Szóval, hogy általában ezek a lépésszerűségekre vonatkozóan van bennünk egy forgatókönyv, hogy hogyan jutunk egyre közelebb, nem szabad gyorsítani, meg persze lassítani se, mert az uncsi. Aztán hiszünk abban is, hogy a széles sávú kapcsolat az igazi. Amikor én kölyök voltam, maguk még meg sem születtek, akkor a édesapám fölkészített, hogyha hölgyvendéget szeretnék invitálni, akkor mondjam neki azt, hogy megmutatom a bélyeggyűjteményemet. Isten látja lelkem, volt bélyeggyűjteményem, édesapámtól kaptam, hogy ilyen sorsdöntő pillanatokban ne kelljen hazudni. Máig megvan a bélyeggyűjtemény, gyönyörűen katalogizálva, festményes bélyegek, macis bélyeg, mindenféle bélyegek. Nem emlékszem, hogy valaha így előkerült volna bármilyen kontextusban. Na most ez manapság teljesen használhatatlan csajozós duma lenne, kivéve persze bizonyos szubkultúrában, hogyha ilyen lizergsavas dietilamiddal átitatott nyalnivaló bélyegről van szó. Évekig volt szerencsém a Farkasinszki drogcentrum munkatársainak szupervíziót tartani. Tudják, ott van a vakegérhez közel, onnan szoktak oda találni, mindig ott ebédeltem. Zseniális szociológiai tanulmány az a hely. Szóval, hogy ma hiszünk abban, hogy a széles sávú kapcsolat az igazi, bélyeggyűjteménnyel senkit nem lehet invitálni, de gyere fel hozzám, van wifi, és ha elég széles sávú a kapcsolat, akkor lesz kapcsolódás. Ugye hát ez egy modern pár, mind a ketten tartják a kapcsolatot azzal, aki igazán fontos a számukra. Aztán hiszünk abban, hogy a jó párkapcsolatnak van receptje, a képen látható pumpa szükséges hozzá, mind a két fél meglehetős elégedettséggel tekint a nem túl távoli jövőbe. A recept egyik része, hogy bizonyos anyagi javak birtoklása vezet a sikeres párkapcsolathoz. Ezt magam is olykor hallom, ahogy kamasz fiatalok győzködik a szüleiket, hogy vedd meg nekem az új iPhone-t, vagy a legújabb Samsung 20, mit tudom én hányasnál tart, mert hát tavalyi mobillal nem lehet csajozni, ezt mindenki tudja, meg ismerkedni, mert az nagyon ruppótlanság. Szóval ez is egy elterjedt hiedelem, hogy bizonyos anyagi, sőt, van egy hazai ismeretterjesztő szakirodalom, most nem fogom reklámozni, abban konkrétan szerepel egy fejezet, hogy ha randira mész, akkor legyen, még hogyha nem is vagy túl magas szocioökonomiai státuszú, akkor is legyen egy drága cuccod, és aznap azt vedd föl, mert egész más lesz a magabiztosságod. Hát nem tudom. Aztán általában hiszünk a nagy őben. A nagy ő egy nagyon izgalmas konstrukció, a nagy ő az, aki 100% olyan, ami nekem kell. De így gyárilag úgy van elkészítve. De ám mindene, a kinézete, a kislábúja körmétől a feje búbjáig teljesen. Aztán az érdeklődése, az értékei, a bioritmusa, ugye? Nehogy már egy ilyen koránkelőt ide toljon nekem a jó Isten, és akkor én szeretek akár fél hétig lustálkodni az ágyban, ez meg már 5-kor csicserek, hogy vigyük le a kutyát sétálni, borzalmas lenne. Szóval várjuk a nagyőt, aki gyárilag kész számunkra, és akkor, hogyha találkozunk vele, akkor hát az micsoda ajándék, mert hogy nem lesz szükséges majd így összecsiszolódni. Persze ebben logikailag az is beletartozik, hogy a nagy ő, ugye ő az én számomra tökéletes, én meg nyilván az ő számára leszek, ilyen 100%-ban pont olyan, amilyen ő szeretne. Hát az a tapasztalatom, hogy szóval lehet, hogy van nagy ő, csak még nem láttam. Persze UFO-t se láttam még, már pedig az amerikai légierő állítólag naponta találkozik vele. Szóval középők inkább vannak. Az a tapasztalatom, hogy az az elképzelés, hogy én még várok a nagy őre, mert még nem találtam meg a tökéletes, aki, de itt tényleg mindenben illeszkedik hozzám, ez a gondolat és ez az elképzelés leginkább arra alkalmas, hogy lifetime-be biztosítsuk magunknak a kényszer szingli kapcsolati modellbe való tartozást. Középők inkább vannak,
A középő az a személy, akivel megismerkedünk, elkezdünk érdeklődni egymás iránt, és néhány év egymás tekintetbe vevő, egymás iránt érdeklődő, egymásra hangolódó összecsiszolódás után egy, a közepesen pusztulatosnál árnyalatnyival klasszabb kapcsolatot hosszú évekig tudunk vinni egymással. Szóval ilyen középők, ebből van több is, érdemes ismerkedni velük, mert a tapasztalataink azok felhasználhatóak lesznek. És van még egy nagyon izgalmas hiedelem, ez leginkább madarász szakkörökben dívik, hogyha találok valakit, meg kell gyűrűzni. Szóval, hogy ha megtaláltam a nagyőt, vagy így kiválasztottam valakit a casting során, akkor csak meg kell fogni, és onnantól hátradőlhetek, mert onnantól nem kell erőfeszítést tenni a kapcsolat érdekében. Ugye, hát ha már elvett feleségül, hallod? Ugyanezt természetesen férfi oldalról is, ugye, hát elvettelek, akkor innentől most már én nem csinálok semmit. Erre egy érdekes adat, hogy hazánkban az esküvőt követő két évben a házasfelek átlag 4 kilót szednek föl magukra, és ennek csak egy egész kicsi szelete magyarázható az esküvői torta kiváló minőségével. Szóval én is bementem a rökbe, mielőtt ide jöttem, tehát hogy tudok ehhez kapcsolódni. Hát ezen hiedelmek tekintetében ide idézném hivatásom alaptanulságát, bármit csinálhatunk, ne játsszuk el, hogy meglepődünk a kiszámítható következményein. Hogyha várok a nagyőre, akkor ne lepődjek meg, hogy ennek a mondatnak leginkább az eleje lesz rám igaz, várni fogok, lesz erre lehetőségem. Miért is szeretünk hosszú távú elkötelezett kapcsolatban élni, mikor eddig arról meséltem, hogy ez meglehetősen melós, nagyon sok egymásra figyelést, alkalmazkodást, illeszkedést, egymás tekintetbe vételét tudja elhozni magával. A párkapcsolatnak két ajándéka van, ha tetszik, két alapvető funkciója, amit csak hosszú távú elkötelezett kapcsolattól kaphatunk meg. El ne higgyék, hogy pont kettő. Ez olyan, mint a statisztika meg a bikini, a lényeget nem tárja föl, de gondolatébresztésre alkalmas. Néhány éve járt nálam egy fiatal házaspár, ahol a praktikus gondolkodású asszonyka elmondta, hogy az ő férje 3 dologra is jó. Hú, nagyon kíváncsivá tett, megkértem, mesélje már el, mert én szeretek mindig tanulni, és elmondta, hogy kinyitja a befőtteket, nagyon fontos, ugye a nyers férfi erő felhasználása. A második, hogy leveszi az ilyen magasra pozícionált dolgokat, ez is nagyon fontos, ugye, hogyha nincs ilyen IKEA-s 3 lépcsős föllépünk, de van egy pasink, akkor őt föl tudjuk küldeni. És a harmadik, hú, ezt hogy fogom elmondani 18-as karika nélkül, szóval, hogy ennek a férjnek van egy testhője, és ez novembertől márciusig jól esik ilyen közelkerülési célokra. Aztán persze nyáron, mikor 40 fok van, takarodják kifele a kanapéra, de novembertől márciusig, főleg ilyen energiaválság idején, nagyon jó, hogy ott van, és akkor így sugározza, mint a radiátor. Szóval ilyen gondolati kiinduló pontként fogadjuk el, hogy a párkapcsolatnak két alapvető feladata van. Az egyik, és ez a legfontosabb, hogy biztonságot adjon a benne élőnek. Szeretünk erről megbizonyosodni, néha megkérdezzük a párunkat, hogy figyelj, bébi, szeretsz? Hát persze. És figyelj, holnap is szeretni fogsz? Hát na, ne viccelj, persze. És figyelj, örökké is szeretni, na, inkább csinálj egy lecsót, szóval, hogy, vagy telefonon érkezik a segítség, szóval, hogy szeretünk arról megbizonyosodni, hogy a kapcsolatunk révén biztonságban érezhetjük magunkat. A biztonságot pedig a rendszeres, visszatérő, kiszámítható dolgok adják meg, amin nem kell tanakodni, aminek megvan a maga ritmikussága és rítusszerűsége, és ebbe kapaszkodva a kapcsolatunk nehezebb időszakait is át tudjuk vészelni. A párkapcsolat másik feladata, hogy segítsen bennünk a változások átélésében, hiszen annyi minden változik. Újraírják a buszmenetrendet, ugye a bolt elköltözik a süti nem süti. Szóval, hogy ilyen tragédiák történnek, annyi minden változik,
És akkor azt várjuk a kapcsolatunktól, hogy segítsen bennünket a változás áttérésében. Például lépünk előre a ranglétrán, ugye nyilvánvaló, hogy ez egy örömteli esemény mindenki számára, több lesz a dolgunk, innentől bizony a párunknak nagyobb részt szükséges vállalni az otthoni feladatokból. Nézni fog, mint Noé a harmadik tevére, amikor leküldjük mosószerért, és manapság ugye a madaras Tescóban ilyen hosszú sor mosószer van, minden színhez van külön. Előtte meg kell tanítani, eligazodni közte. Szóval, hogy adott esetben a kapcsolatunktól azt várjuk, hogy segítsen bennünket ezeknek a változásoknak. Megszűnik a pekándiós párnácska a Lidlbe vagy a Aldiba, soha nem tudom melyikbe van. És akkor várjuk a párunktól, hogy na akkor buszra ülsz, átretkezz Bajára, mert ott még lehet kapni, aztán hozod visszafele. Azt is pontosan tudjuk, hogy ráadásul az élmények is a komfortzónánkon kívül várnak bennünket. Vagyis a párkapcsolat legszebb közös élményei azok lesznek, amikor kimerünk lépni ebből a komfortzónából. Például, édesem, hát hova megyünk nyaralni? Hova mennénk? Kincsem? Hát Lellére. 23 éve Lellére járunk. Gondoltam egy merészet. Nem megyünk el idén Boglárra? Ne durváskodjál, ugye nem szabad hebehúgyáskodni, nem lehet tudni, mi van ott, van-e ott sör, meg sült hal, meg ilyesmi. Zamárdiban láttam kiírva, hogy friss balatoni hekk kapható, az emberekkel mindent meg lehet etetni. Szóval a kapcsolatunktól várjuk, hogy élményeket biztosítson számunkra. Ha figyelmesen hallgattak, már pedig miért ne hallgatnának figyelmesen, égnek a villanyok, így nehéz szunyókálni, akkor valószínűleg felfedezték, hogy ez a két alapvető funkció, ez finoman szólva ellentmondásban van egymással. Ez pontosan így van. A kapcsolat két alapvető feladata között libikókázunk. Hol az egyikre figyelünk, hogy tartós és harmonikus lehessen, biztosítjuk az állandó dolgokat, a visszatérő dolgokat, a kiszámítható dolgokat a kapcsolatunkba, erre tudatosan odafigyelünk, máskor pedig tudatosan figyelünk arra, hogy legyen újdonság, változatosság, élmény, és rugalmasan alkalmazkodjunk a bekövetkező változásokhoz. Szerencsére a párkapcsolatok döntő többsége jól ellavíroz ebben a libikókázásban, eltalálja, hogy mikor érdemes az egyiket, és mikor a másikat. Azon párok, akik pedig elakadnak ebben, abból élnek a kollégáim meg én, úgyhogy nagyon rendben van, hogy néha így elakadunk ebben a libikókázásban. A biztonság hiánya ugyanis, hogyha nem figyelünk a biztonságérzet megteremtésére, nem teremtünk állandó, visszatérő, kiszámítható dolgokat. Hova megyünk vasárnap? Hát hova mennénk? A nagymamához, pörkölt nokedlivel, uborka salátával ízű chipset enni. Ugye, ha nincsenek ilyen kiszámítható, állandó dolgok, akkor ez szorongatóvá tesz bennünket, szorongani fogunk. A szorongás egy nagyon nehéz érzés, általában menekülésre vesz rá bennünket, onnan, ahol a szorongást átéljük. A változatlanság pedig az fásultá tesz, hogyha nem élünk át legalább időnként alkalmazkodást, meg rugalmasságot, ugye a rugalmasság nem csak tornász kapcsolatokban fontos érték, hanem más családokban is. Ha nem élünk át legalább időnként ilyeneket, akkor belefásulunk. És a párterápiás praxisom tapasztalata alapján mondhatom, hogy a legrosszabb prognózis a kapcsolat szempontjából az a közöny. Mondják is, hogy a szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a közöny. Amíg úgy jön el hozzám terápiára egy pár, tele vannak indulattal, győzködik egymást, nehogy már sárga legyen a nappaliban a függönyet, kihallott már ilyet, borzalom, győzködik egymást, indulat, haragszanak egymásra. Az terapeutai szemmel nagyon jó, mert az üzemanyag, az erős érzelmek, meg az indulatok, azok tényleg ilyen, mint az autóban az üzemanyag, az rávesz bennünket egy csomó mindenre, az még arról tanúskodik, hogy erőfeszítést akarunk tenni a kapcsolat érdekében. Ha úgy jön el egy pár, hogy nem tudom, és nem is érdekel, akkor a fejem tetejére állhatok, a legfurmányosabb kérdéseket találhatom ki, akkor sem megyünk előre, annyi esélyem lesz, mint a háromlábú sünnek a hatsávos autópályán a kapcsolatjavítása szempontjából. Hát ide is, hadd idézzem ide, hivatásom alap, tanulságát, bármit
csinálhatunk, ne játsszuk el, hogy meglepődünk a kiszámítható következményein. Ezt azért hangsúlyozom, mert most például a kultúránk egy extrém változás hangsúlyú kultúra, arra bíztat bennünket folyamatosan, mindig vegyél újat, mindig új helyre menjél, mindig új dolgokat találj ki, mindig minden cserélj le, stb. A párodat is, stb. Rendben van, ám eljátsszuk, hogy meglepődünk, hogy a biztonságérzet az nagyon ritka vendég a házunk táján. A biztonságérzetet ugyanis az ismétlődő, stabil, kiszámítható, jól ismert dolgok képesek megadni a számunkra. Valószínűleg kérdéses lehet a párválasztás, meg a párkapcsolat harmonizálásának az ideje. Hát nézzük meg, hogy mi ennek a jelentősége. Párkapcsolatban stabil, elkötelezett, hosszú távú, harmonikus párkapcsolatban azért jó élni, mert rögtön három életünk van. Amikor én kölyök voltam, volt egy vígjáték, a Mici néni két élete. Na hát a Mici néninek kettő van, ha az is valami családban, meg párkapcsolatban, mindenkinek rögtön három van. Na mi ez a három? Mind a ketten, vagy hogyha vállalunk legkisebb közös többszörösöket, akkor többen, mindannyian járunk az egyéni életúton, szembesülünk azokkal az életfeladatokkal, amit az egyéni életút elénk tár. Ugye megtanulunk bilibe kakilni, kicsivel később elsajátítjuk a földrajzi és lelki táj összefüggéseit József Attila költészetében, majd nem sokkal erre megtanulunk önálló egzisztenciát alapítani, leválni a szüleinkről, elköteleződni egy hivatás mellett, meg egy pár mellett, és elköltözni otthonról. Mai fiatalok nagyon bátrak, esetenként már a 40-es éveik közepén meglépik ezt az izgalmas lépést. A párkapcsolat érik, gazdagodik, fejlődik, változik. Hát elnézést kérek a teremben ülő ábrándos tekintetű ifjú hölgyektől, ha én szólok először, hogy más hangulata lesz egy 17 éves házasságnak, mint egy 3 hetes együttjárásnak. Bocsika. De én szóltam, ne mondják, hogy meghallgattuk a nagy darab kopaszt, aztán nem szólt, hogy itten a párkapcsolat bizony változni fog. És hogyha alapítottunk családot, akkor a családi élet is éri, gazdagodik, fejlődik, változik, ezt könnyű elképzelni. Ugye tök más a hangulat egy olyan családban, ahol 3 éveskék a gyerekek, meg abban a családban, ahol 23 éveskék. A zajszint ugyanaz. A 3 éveske az magától megdolgozik, érte, a 23 éveske meg bekapcsolja a thrash metalt, hogy a szomszédok is részesüljenek az áldásból. A 3 éveskével rohangálunk az ügyeletre, a 23 éveské ért meg a rendőrkapitányságra, amikor megint hazatelefonálnak, asszonyom, vigye haza, nem tudunk vele mit kezdeni, megint ilyen zöld izé volt nála. A főkapitány úr azóta kacag. Na nézzük meg, hogy az egyéni életúton mikor fő feladatunk a párkapcsolat megalapozása. Hát van egy Erik Erikson, ez nem a telefonos Erikson, egy másik dán lelkész család sarja, aki azt mondja, hogy a serdülőkor és a fiatal felnőttkor, micsoda meglepetés, nem mennyit izzadt, mire ezt kitalálta, az való arra, hogy egyéni identitást alakítsunk ki, és utána tudunk intimitást, vagyis lélektanilag közel kerülni a másikhoz. Ebből számomra az az igazán fontos tanulság, persze ez egy koncepció, használjuk annak, amire való, egy koncepciónak, hogy ahhoz, hogy hitelesen részt tudjak venni egy párkapcsolatban, ahhoz előtte érdemes megalkotni saját magam önazonosságát. Érdemes végrehajtani azt a nem könnyű feladatot, hogy úgy végig gondolom, hogy ki is vagyok én, eléggé ki vagyok, igen, főleg matek doga után, mi végre jöttem a világra, mi számomra a boldogság, mik a céljaim, mi a szerelem. Ugye a rendszerváltás utáni első cseh államfőt könnyű volt megkérdezni erről, oda mentünk hozzá, Václav Havel. Manapság ez már egy kicsit nehezebb, ezt már csak a régebb óta fiatalok értették a teremben, mert maguk meg se születtek, mikor Václav Havel volt a cseh államfő. Szóval, hogy valamikor a fiatal felnőtt korra akkor tudunk igazán hitelesen részt venni egy kapcsolatban, ha megalapoztuk saját önazonosságunkat. Ez azért izgalmas, mert a másik, tehát a társunk, az éppen megismerendő párunk önazonosságát folyamatosan meg fogjuk kérdőjelezni, te miért vagy ilyen, meg ezt miért mondtad, stb. Hiszünk abban, hogy a miénk az már teljesen kerek. A párkapcsolat is éri, gazdagodik, fejlődik, megvan a maga természetes tempója,
És igazából egy fontos vonatkozásra hívnám most föl a maguk figyelmét, ami nagyon jelentős a párkapcsolat harmóniájának a megalapozására. A párkapcsolat természetes belső fejlődése a szimbiózissal kezdődik, ez egy csodálatos érzés, amikor feloldódnak kettőnk között az én határok, nem csak testileg, ne gondolják, hogy a pszichológusok mindig disznolkodnak. Elég gyakran, főleg a szexológusok is, de nem mindig. Szóval a kettőnk közötti lélektani határok feloldódnak, nincs te meg én, hanem mi vagyunk. Mi ezt szeretjük, mi ide megyünk, ezt a külvilág visszaigazolja, hogy párként tekint ránk. Ez egy csodálatos időszak, ekkor tankolunk föl azokból az érzelmi élményekből, amikből ki fogjuk bírni a hátralévő 60 évet. Ez az az időszak, amire vissza fogunk emlékezni, 43 év múlva a Lellei Mólón, kockás pléddel a térdünkön. Sejjé, de sem emlékszel, de szép volt, mennyire szerettél. Emlékszem. Mert bevettem a kavintont reggel, azért még egész jól emlékszem. Jaj, milyen szép volt, bizony, te is milyen szép voltál. Csak voltam te, de hogy erre az időszakra fogunk visszaemlékezni, itt érdemes begyűjteni minden olyan érzelmi élményt, ami a hátralévő időszakban, a tarisznyánkban végig kísér bennünket. Szerencsére ez az időszak, amit a névnyelv egyébként szerelemnek hív, valószínűleg ráismertek, átadja a helyét a társszeretetnek, a párkapcsolatban bekövetkezik egy nagyon izgalmas változás. Élettani érdeklődésűek pontosan tudják, hogy ez azzal esik egyben, amikor az agyunk habituálódik a feniletilaminhoz, ez 3 év alatt megtörténik az idegrendszerünkben, és akkor elkezdünk differenciálódni, ez a párkapcsolat egy mérföldköve, elkezdjük számon kérni egymáson, hogy miért nem ugyanolyan életstílusban él, alapvetően, mint mi. Édesen, figyelj! Nem jössz be a nappaliba cipővel. Nem-e? Hát de nézd, mert így jövök befele. Nem. De hát behagytam a kocsikulcsot. Nem baj, édesem. Belépsz az ajtón, leveszed a koszos tracskert, átretkelsz a nappalin, fölveszed a kocsikulcsot, visszaretkelsz, visszaveszed a koszos izét, és húzol, talicskával hozod haza a pénzt. Vagy... Édesem, spóroltam 600 forintot, tér haza ugye a lelkes férfi ember. Oh, jaj, de jó, hogyan? Hát akciós volt a Pilsner úrkvel, vettem egy egész tálcával. Hát igen, de elköltöttél 4000-et, sükebóka, hogy 600-at spórolhass. Szóval azok a párok, akik megijednek ettől a változástól, és eljönnek párterápiába, áldassék a nevük, ők arról számolnak be, hogy eddig minden csodálatos volt, és most hülyeségeken vitatkozunk. Meg szoktam kérdezni, hogy említenének néhány ilyen hülyeséget. Hát például ilyen hülyeségek, hogy kell nyomni a fogkrémes tubust, meg hogy hova megyünk nyaralni, meg hogy hogyan látogatjuk a szülőket, mikor napnál világosabb, ugye, hogy anyuékat hetente, anyádékat meg évente. Témánk szempontjából ez egy sarkalatos pont, ezek egyáltalán nem hülyeségek. Ilyenkor alakítjuk ki hátralévő közös életünk közös szabályrendszerét és értékrendszerét, és semmilyen garanciát nem tudok adni maguknak arra, hogy a maga természetességében ugyanazokat a szabályokat, elképzeléseket hozzuk a fogkrémes tubusra, meg a szőnyeg versus cipő relációra, meg arra, hogy mit tekintünk igazán lényegesnek, meg értékesnek. Ebben az időszakban összes szükséges csiszolni kettőnk hozott mintáit egy nagy közös új mintává, ami aztán alapvető erőforrása lesz hátralévő közös életünknek. Sőt, valószínűleg gyanakodnak, hogy ilyenkor nem csak a konkrét szabályokat vitatjuk meg szokásokat, hanem a metaszintet is, vagyis ilyenkor alakítjuk ki azt a kapcsolatunkban, hogy mi hogyan vitatkozunk. És ha ilyenkor sikerül egy olyan vitakultúrát létrehozni, ahol ilyen igazán lényeges kérdéseket, mint hogy mire szánunk pénzt és mire nem, mi a munka és mi a pihenés, hogyan választjuk külön, hogyan tartjuk a kapcsolatot a rajtunk kívülálló személyekkel,
Szóval, hogyha kialakítunk egy olyan vitakultúrát, ahol ilyen lényeges kérdéseket meg tudunk beszélni, anélkül, hogy különösebb sérüléseket adnánk vagy kapnánk, akkor az egész hátralévő életünkben elkísér, és 23 év múlva, amikor meg kell beszélni, hogy a gyerek kohómérnök legyen, vagy pszichológus, egyik rosszabb, mint a másik, akkor ilyen fontos döntéseket majd indulattalanítva meg fogunk tudni beszélni. És utána a hátralévő életszakaszok már ezzel felvértezve nézünk vele szembe. És hogyha vállalunk ugye többszörösöket, akkor a családi élet is érik, gazdagodik, fejlődik, változik. Láthatjuk ráadásul, hogy a családi élet az nem egy lineáris fejlődés, hanem egy spirál, ahol az egyes nemzedékek időben eltolva, de ugyanazon a szakaszokon mennek keresztül. Ebből fakad, hogy az előző nemzedékek jó megoldásai felhasználhatóak a leszármazó nemzedék számára, de ehhez mind a két nemzedéknek át kell lépnie egy mentális korlátot. Az ifjú nemzedéknek azt, hogy én mindent máshogy fogok csinálni, mint a felmenőim. Maguk nem csináltak ilyet, de képzeljük, ott kinn élnek érdekes emberek, akik 12-től 24 éves korukig más se csinálnak, mint jól elhatározzák, hogy én mindent egész máshogy fogok csinálni, mint a szüleim. Aztán olyan 26 éves korukban ráismernek a tükörbe nézve, hogy húha, hát az orrom az anyámé, a fülem az apámé, az állam én vagyok, hogy klasszikusokat idézzek. Tehát, hogy ráismernek, hogy amit eddig akkora vehemenciával megtagadtak, azt mégis viszik tovább. Itt látszik egyébként, hogy ugye a 6-7-es szakasznál következik be a bifurkáció, mert hogy a kirepülő fiatalokból lehet majd egy önálló új család, mondom, a kirepülő fiatalokból lehet egy önálló új család. Ezt egyébként a felkészült lelkész kollégák az esküvőn általában az örömapák és örömanyák felé fordulva jó hangosan hangsúlyozzák, hogy és elhagyja ő az ő anyját és apját, mondom, elhagyja ő az ő anyját és apját, hangsúlyozván azt az életciklus váltást, hogy innentől a drága mamának leessen, hogy nem tud direktben beleszólni a kedves fiatalok életébe, hanem komplexebb bejárásokat szükséges választani. Alig várja ugye a unoka megszületését, mert akkor az egy újabb felület, a majd én megmondom, meg majd én megtanítalak édesem igazi húslevest csinálni, jó? Mert az én kicsikémnek joga van hozzá, hogy igazi hús, vagy bocsánat, halászlé tegyen, de igazit, nem ilyen gyufatésztás bajai, hanem igazit, hallod? Ha köröstoroki, akkor halbelsőséggel, azt nem adjuk ki belőle, úgy az igazi. A kiskörösibe is adnak hozzá, ugye? Igen. Na, hát ezzel kapcsolatban is hadd idézzem újra, hogy bármit csinálhatunk, ne játsszuk el, hogy meglepődünk a kiszámítható következményein. Hogyan léphetünk kapcsolatba egymással, milyen kapcsolati formák léteznek, hogyha elkezdünk kialakítani egy párkapcsolatot, aktivizálódik a fejünkben a bennünk élő milyen egy kapcsolatkép. És ez meg fog határozni egy csomó minden mást, a hozzáállásunkat, mit várunk a párunktól, meg mit kínálunk neki. Az egyik hazánkban, kultúránkban ma érvényes kapcsolati minta, ez a hierarchikus modell, ahol valakinek vezetni kell, és ez ki más lenne alkalmas erre természetesen, mint én, ugye, hogy majd én meghozom a döntéseket. Ugye szokták mondani, hogy a mi családunkban nagyon fontos döntéseket a férfi hozza meg, a ilyen hétköznapi lényegtelenebbeket az asszony. 23 év alatt nem volt olyan döntés, ami annyira lényeges lett volna, hogy a férfinak kellett volna meghoznia. Maguk biztosak lehetnek benne, mivel a feleségem egy multinak a nemzetközi igazgatója, hogy odahaza is én viselem a nadrágot, és mosom, teregetem, és vasalom is. Szóval létezik ez a hierarchikus kapcsolati modell. A másik, a egymást kiegészítő kapcsolati minta, ez mondjuk így a kultúránkban manapság elterjedő, vagy talán leggyakoribb, ahol pontosan tudjuk, hogy egymást tesszük azzá, ami... hogy egymás számára tesszük lehetővé, hogy a kapcsolaton belül különböző szerepeket vállaljunk. Minden párkapcsolatban szükség van valakire, aki kihangosítja a kapcsolatot érő érzelmi hatások összes vonatkozását. Népnyelven őt aggódósnak, vagy esetleg hisztigépezetnek hívjuk. És minden párkapcsolatban szükség van valakire, aki higgadt marad.
a kapcsolat és a család működése szempontjából mind a kettejükre szükség van. Pontosan tudjuk, hogy az érzelmi megküzdés az egyik legfontosabb a nehézségekkel való szembenézésben. Ugye az aggódós, ő ezt teszi, kihangosítja az érzelmi vonatkozásokat, de az is fontos, hogy legyen valaki, aki praktikusan beavatkozik, csinálja, stb., és nem engedi közel magához az ebből keletkező érzelmi hullámokat. Amikor megyünk Lellére vagy Boglárra, ebből a szempontból mindegy, és félúton kapunk egy defektet. Nagyon fontos, hogy legyen a kocsiban valaki, aki előveszi a jégkrémet, megnyugtatja a többieket, egy olyan érzelmi hangulatot teremt, amiben úgy igazán lehet majd várakozni. És az is nagyon fontos, hogy legyen valaki, aki kicseréli a kereket. És az egyik hozzájárulás sem értékesebb vagy fontosabb. Ezt persze kívülről könnyű ilyen bölcsnek lenni, de belülről nagyon nehéz megbocsájtani egymás számára. Általában ugye ez a hogy tudsz te ilyen nyugodt lenni, te ilyen meg olyan, amikor 6 óra 7 perc van, a gyerek azt mondta, hogy 6-ra itthon lesz, és azóta már biztos, nem is tudom, hol lehet, borzalom, rettenet, apokalipszis. Szóval nagyon nehéz ilyenkor megbocsájtani egymás számára, de pontosan tudjuk, hogy a társunk szerepeit mi tesszük lehetővé. Ez a borsó meg a héja, a kis kifli és a nagy kifli, így alakítunk egy kapcsolatot. Aztán van egy nagyon trendi kapcsolati modell, ez a nemek harca. A fősodratú média általában erre bíztat bennünket, hogy nagyon vigyázz, mindig legyél résen, mindig állj ki az érdekeidért, azonnal szólj, hogyha valami nem tetszik. Nagyon fontos, hogy résen kell lenni, mert a leuraló pasik, meg a pénzéhes, pénzsóvár nők, azok kihasználnak, megnyomorítanak. Manapság mindenki narcisztikus. Hogyha kinyitjuk a népszerűsítő lélektani oldalakat az interneten, akkor tényleg 10 emberből 12 egészen biztos, hogy vagy narcisztikus, vagy éppen menekül egy narcisztikus kapcsolatból, ahol persze nem ő volt narcisztikus, hanem mindig a másik. Christopher Lash 1973-ban leírta, hogy az önimádat társadalmában élünk, tehát tényleg így mindannyian kis nárciszok vagyunk, hát majd lassan nyílnak a nárciszok, és akkor erre lehet utalni. A nemek harca egy nagyon izgalmas kapcsolati minta, állandó készenlét. Itt ők soha nem unatkoznak, szóval ez egy nagyon izgalmas hozzáállás, ugye, mert soha nem dőlök hátra, mert mindig árgus szemmel figyelem, hogy hogyan akarsz te engem folyásolni befele. Ha véletlenül egy pillanatra ellankadna a figyelmünk, és hátradőlünk, ugye, és így kicsúszik a szánkon, hogy jaj, édesem, úgy szeretlek, párom azonnal résen lesz, hogy mi van, pénz kell, vagy lepatkáztad a kocsit, vagy mi történt, szóval ez egy nagyon izgalmas kapcsolati modell, és hát ráadásul ezt tette lehetővé, hogy a párterápia egy önálló hivatás lett, hogy hazánkban több mint 400 végzett kollega van, meg 20-valahányan vagyunk kiképzők, és hogy nekem másfél évre előre tele van a naptáram az előjegyzéssel. Szóval, hogy nagyon jó, hogy ez így van, és még majd még inkább így lesz. És akkor itt van ez a lecsupaszított kapcsolati minta, amit napjainkban alakítunk. Még nem tudjuk, milyen lesz, de bizonyosan önök is találkoznak vele, hogy napjainkban éppen újraírjuk a nemi, a kapcsolati és a családi szerepeket. Elbúcsúzunk a hagyományos nemi szerepek korlátaitól. Ez részben egy nagyon fontos kulturális vívmány. Másfelől olykor hajlamosak vagyunk a fürdővízzel együtt azt a bizonyos gyermeket is kiönteni. Ezért különösen jelentős, hogy folyamatos, szóval, hogy ne mondjunk le soha a párbeszéd lehetőségéről, ugyanis maguknak, meg a maguk leszármazottainak már ez a kapcsolati minta, amit most még nem tudunk, hogy pontosan milyen lesz, de ma alakítjuk ki azt az új konszenzust, ami az átmeneti időszak után majd rendelkezésünkre áll, a leszármazottaink már ebben fognak élni. Nagyon nem mindegy, hogy milyen kapcsolati elképzeléseket hagyunk nekik, mi örökül. Minden nemzedéknek felelőssége van ebben. A magam nemzedék adta maguk számára útmutatásul, hogy a párkapcsolati nehézségekre egyetlen érvényes válasz a válás. Ezt el ne higgyék. Érvényes válasz, eddig igaz, de korántsem sem az egyetlen. Kapcsolati nehézségekre egy csomó más lehetőség is rendelkezésre áll és kínálkozik, szóval ne gondoljuk azt, ez a legfeljebb elváltok szlogen, ugye, hogy ha jó lesz, akkor együtt maradunk, ha lesznek nehézségek, már pedig lesznek fejtörésre okot adó lehetőségek, nehézségek, kihívások a kapcsolatban, akkor legfeljebb elváltok.
Kérem, tudjanak róla, hogy más lehetőségek is rendelkezésre állnak, és ez nem csak üres reklám, nem csak a párterápiára gondolok, az is egy lehetőség, de ezen kívül még számos más eszköz kínálkozik. Hát persze, bármit csinálhatunk, ne játsszuk el, hogy meglepődünk a természetszerűleg bekövetkező folyományain. És végezetül valószínűleg várják tőlem, hogy mondjak már végre valami konkrétumot, hogy mi az, ami segíti a párkapcsolat építését, gazdagítását, alakulását. Persze maguk azt is tudják, hogy a pasik ritkán mondanak konkrétumokat. Főleg az ilyen keresztkérdésekre, hogy mikor veszel már el, ott nagyon nehezen préselnek ki magukból valamiféle ilyen konkrét választ, de én azért mondok néhány konkrétumot, el ne higgyék, hogy bármelyik csodafegyver, mégis vázolok néhány lehetőséget, ami inkább segíti a kapcsolatot, mint sem nem. Ha egy mondatban akarnám összefoglalni, és megint kisétálnánk ide az előtérbe, vagy a környékbeli vendéglátóhelyekre, ahol zserbó mámorban ücsörögnek a fiatalok, és megkérdeznénk őket, hogy mi kell ahhoz, hogy összejöjjön egy pár, akkor valószínűleg fel tudnák sorolni. Ja, poénok, bókolás, egymás elismerése, visszaigazoló kacaj, közösen töltött idő, közös pontok megkeresése, virág, meg túrós batyú. Mit gondolnak 23 év múlva, mire lesz szükség a kapcsolat erősítése szempontjából? Ugyanezekre. A jó hír az, hogy ez nem változik meg. A kapcsolat bármely időszakában az egymásra figyelés, egymás elismerése, a humor beemelése a megküzdési eszköztárba, egymás megerősítése és fölmagasztalása, a gesztusok, ezek lesznek azok, a közös élmény, és aztán ezek megosztása, ezek lesznek azok, amik a kapcsolat bármely szakaszában erősítik a kapcsolatot. Szóval kérem, el ne higgyék, hogy ez valami különleges varázslat, és hogy ilyen nagyon csodás dolgokra van szükség. Persze mondhatják, hogy 32 év házasság után, amikor éppen haragszom a másikra, akkor nagyon nehéz lesz olyan hitelesen hozni neki ezt vagy azt, vagy odafordulva mondani neki, de hát soha nem mondjuk le, hogy erőfeszítést tegyünk a kapcsolat érdekében. Mi az tehát, ami segít? Az egyik az önreflexió. Ezt úgy foglalnám össze, hogy először mindig söpörünk a saját portánk előtt. Azt általában nagyon jól föl tudjuk sorolni, hogy a párunk miben hibázik, mit nem csinál meg, meg hogyan sükebóka. Először gondoljuk végig, hogy mi mit teszünk meg, mit hagyunk ki. A magunk hozzáállásában mi az, ami teljesen nyílt, és mi az, ami esetleg újra gondolható. Hadd mondjak egy konkrét példát. Néhány évvel ezelőtt járt nálam egy házaspár, ahol az egyik fél, teljesen mindegy, hogy melyikőjük, keserűen panaszolta, hogy 3 éve próbálja a párja figyelmét fölhívni arra, hogy neki több gyengédségre volna szüksége, több ölelésre és puszira. És a párja az annyira egy értetlen, hogy nem érti. 3 éve próbálja, és nem érti. Nyilvánvaló, hogy ez a pár, hát ez egy, na, fogyatékkal él, de ennél erősebb kifejezést használ. Szóval, hogy így valószínűleg egy, na, semmire nem alkalmas személy. Megkérdeztem, hogy mesélj már el, hogy hogyan hívja föl a párja figyelmét erre, hát hogy mi az, amit nem ért. Telerakta a közös lakásukat, a kettejüket ábrázoló fotókkal. Már a WC-n is volt 3. És ebből ez az idióta nem értette, hogy ja, pisilek, meg itt is itt vagyunk, hallod, megyek ki, megölelem a páromat, mert hát nyilvánvaló, hogy ezt akarja üzenni vele. Szóval először mindig söpörünk a saját portánkon, amikor azt mondjuk, hogy én mondom neki, és nem érti, az nem biztos, hogy ő nem érti, hanem úgy mondom-e, hogy ő azt érteni tudja-e. Mindannyian tudunk úgy fogalmazni, hogy magunk sem értjük. A pszichológusok nagyon jók ebben egyébként. Olyan mondatokat lehet olvasni, hogy tényleg még én is zavarba jövök, mint Ádám anyák napján. A másik lehetőség, amit a kapcsolat erősítése érdekében tehetünk, ez az értékérzékeny szemlélet.
ezen értékek mindegyikére szükség van a párkapcsolatban, a közös életben. Korábban ezeket az értékeket egyes nemekhez kötöttük, és azt mondtuk, hogy a nőnek szükséges képviselnie az egyiket, a nő legyen érzelemközpontú, a pasi meg legyen racionális. Manapság a nemi szerepek újragondolásában elbúcsúztunk ettől, nők is lehetnek tök racionálisak, határozottak és bátrak, férfiak is lehetnek gyengédek, gondoskodóak, odafordulóak és érzelemközpontúak. Nem azon múlik, hogy ki hozza be az adott értéket a kapcsolatba, hanem hogy a párkapcsolatban mind a kettő, illetve mindegyik érték megjelenhessen. Ha valamelyik megvan, akkor örüljünk neki, hogy a párunk képviseli a másikat, mint mi. Ugye ez a kiegészítő kapcsolati modell, ahol én az egyikkel járulok hozzá, milyen jó, hogy a párom hozzáteszi a másikat. Ha pedig valamelyik hibázik, akkor arról valahogyan szerezzük meg. Szóval tegyünk róla, hogy beszűrődhessen a kapcsolatunkba. Az érdeklődés az, ami közel visz egymáshoz, a megítélés pedig nem, az inkább távolít. Bármikor tehetünk annak érdekében, hogy felcsiholjuk a párunk iránti hiteles érdeklődést. Persze maguk mondhatják, hogy hát ez az elején könnyű, hát az első 3 hétben, hát akkor minden érdekes, a pelyhek a főcímpályán, hát az is olyan cuki, meg ahogy a közös takarónk alá puppant, hát az is annyira olyan érdekes. Na 17 év után, milyen napod volt, van vacsora? Szóval, hogy akkor már azért kell egy kis erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy fölcsiholjuk, de nem érdemes erről lemondani, mert tényleg az érdeklődés visz közel egymáshoz, az őszinte érdeklődés, amikor tényleg föl tudom csiholni azt, hogy érdekel, hogy mi van veled, érdekel, hogy mire gondolsz, érdekel, hogy mit éltél meg, érdekel, hogy hogy vagy, érdekel, hogy mi a fontos a számodra. A kapcsolat egyik sarkalatos pontja az igénykifejezés. Itt láthatjuk, ez egy ősi játék folyik, ez a Ha igazán szeretsz, kitalálod című játék, ami egy olyan ősi kapcsolati csapda játszma, amiből csak a párterapeuták élnek jól. Ennek ugyanis a logikai felépítése úgy néz ki, ugye, hogy ha igazán szeretsz, kitalálod, hogy én éppen mire vágyok, vagy mi jár a fejemben, mivel nem találod ki, és sanszos, hogy nem fogod kitalálni, kivéve ha egy gondolatolvasóval bútoroztak össze, nem találtad ki? Akkor van egy bizonyítékom, hogy nem szeretsz, te Gané, és ez nagyon sokba fog neked kerülni. Már kinéztem a Azori-szigeteki utat, vagy az új Freyville kollekciót, vagy mit tudom én, mert nem találtad ki, hogy én most pont arra gondolok. Szóval egy olyan kultúrában élünk, ami nagyon biztat bennünket arra, hogy az igényeinket, a érdeklődésünket, az érdekeinket azonnal jelezzük, mindig fejezzük ki. Rendben van, a hogyan lesz a kérdés. Ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy az a legfőbb tanulság, hogy érdemesebb előre és a kérés hangján kifejezni, mint sem utólag a számon kérés hangján. Mondjak egy konkrét példát, ugye látom a tekintetekben. Mondjuk maguk most arra gondolnak, hogy de jó lesne egy vajas kifli. Két dolgot tehetnek, az egyik, hogy gyorsan írnak a pároknak, hogy bébi, hazafele, ugorj már be néhány kifliért, vaj van otthon, azt hiszem még nem avas, olyan jó lesne a vajas kifli. Ez az előre a kérés hangján. A második lehetőség, hazamennek, megvárják, míg bezár a kisbolt, 8 óra, még ráhúznak néhány percet, 8:04, akkor oda sétálnak a kenyértartóhoz, kifli nincs. Nem, nem baj, persze, nem. Hát csak úgy látszik, hogy nekem ennyi se jár, hogy egyek egy kis kiflit. El ne higgyék, hogy csodafegyver, és kérem a kedves urakat, hogy ne hivatkozzanak rám, hogyha most hazamennek a párjukhoz, és így nyíltan előre mondják, hogy bébi, vegyél nekem egy Maserati quattroportét. Nem tudom megígérni, hogy holnap ott fog állni a 4 literes biturbó a ház előtt, már csak azért, mert elég lassan érkezik meg, ha megrendelik. Szóval nem tudom megígérni, hogy minden kérésük be fog teljesülni. De ha megteszik, hogy előre szólnak, és a kérés nyelvén, akkor valami fontosat tettek a kapcsolat harmóniának alakítása érdekében. A következő lehetőség annak az elengedése, hogy a gondolataim az a valósággal egyenlő. Erre néha érdemes felhívni a figyelmünket, amikor a párom megkérdezi, hogy ebben a ruhában szeretnél jönni anyuékhoz, és ebből én arra gondolok, hogy azt mondta, hogy nagy a seggem,
Érdemes magamat emlékeztetni, hogy ez az én gondolatom. De ő nem ezt mondta, ez az én gondolatom. A gondolatom nem a valóság. De persze az ő gondolata sem a valóság. Sem az enyém, sem az övé, amit ő gondol erről, hogy ezt én azért mondom, hogy stb. Persze kérdezhetik, hogy most akkor ez a pad, ez hun van? Ez az út közepén? Vagy akkor mire akarom magukat rábeszélni? Nem. A valóság az a kettőnk olvasatainak az összessége. És azt hiszem a kapcsolat harmonizálása szempontjából nem érdemes lemondani arról a lehetőségről, hogy folyamatosan egyeztessünk, hogy neked erről az jutott eszedbe, de érdekes, hát nekem meg pont nem. Bizonyosan mindannyian találkoztak már Gary Chapman szeretett nyelv koncepciójával. Most csak nagyon röviden összefoglalva, Chapman azt mondja, hogy ötféle módon fejezhetjük ki a szeretetünket egymás felé. Jaj, de jó, ez olyan, mint a két funkció meg. Szóval, hogy az összes ilyen számszerűsített dolog, de hát a praktikus gondolkodású amerikai kollégák szeretnek ilyen megszámolható konstrukciókban gondolkodni. Az a lényeg, hogy mindannyiunknak a otthonról hozott mintáink alapján más a szeretet nyelve, vagyis máshogyan fejezzük ki a szeretetünket, szerelmünket, és nem biztos, hogy értjük és beszéljük egymás szeretet nyelvét. Néha a társunk nem azon a nyelven szól, ugye lehet, hogy nekünk a szeretet legmagasabb kifejezése a virágcsokros, gyertyafényes vacsora. És lehet, hogy a páromnak meg valami teljesen más. Megtanuljuk-e egymás szeretet nyelvét, beszélni és érteni? A párkapcsolat ebből a szempontból olyan, mint egy izgalmas nyelvtanfolyam. Mondok egy konkrét példát. Egy kedves, idősebb kollega nőm mesélte, hogy évekig tartott, mire rájött, hogy a férje minek mentén csinálja mindig azt, hogyha ő indult valahová, akkor a férje átnézte az autóját, kitakarította, ellenőrizte az abroncsokban a nyomást és a folyadékszinteket. A férjének ez a szeretet nyelve volt. Ezzel azt üzente, hogy szeretlek és várlak haza. És fontos nekem, hogy egy biztonságos, fölkészített autóval indulj útra, mert akkor azzal lehet, hogy haza is jössz, mert én várlak téged haza. Ugye, de ez, hogy átnéztem az olajnyomást az autódban, ez nem egy ilyen Romi Frézia csokor, meg Édi Cuppera ilyen csillámunikornis a párnán. Szóval, hogy nagyon izgalmas, hogy megtanuljuk egymás szeretetnyelveit. És hát az öt szeretetnyelv az egyik az ajándékok, tehát tényleg ez a megfogható cucc. Jártam Szegeden, hoztam neked hűtőmágnest. Hűtőmágnest nem is hűt. Kamu. A másik az elismerés. Ennél jobbat meg olcsóbbat nem ismerek, hogy tudunk-e hitelesen találni a másikban nap mint nap valamit, amit őszintén vissza tudunk jelezni neki. Ebb tekintetben a Kowalski meg a Vega varázsszavak című dala igazít el, hogy mit érdemes mondani egymásnak. A harmadik a szívességek, ugye amikor megteszek neked valamit, amitől neked könnyebb lesz, vagy igen, ilyen apróságok. A negyedik az érintés. Ennél közvetlenebb érzelemkifejezés tényleg nem nagyon van. Adott esetben egy öleléssel többet tudunk átadni egymás számára, mint bármi más. És végül a minőségi idő, hogy hát picit elhúzódott az előadás, de hazafele toltam a kiló 80-at, édesem, hogy hamar hazaérjek és több időt tudjak vele tölteni. Remélem nem futottam bele, ott mindig Kecskemét után Lajos Mizsénél van a Trafipax. Szóval, hogy a minőségi idő, amikor tényleg együtt vagyunk. Hát szeretettel hirdetem a kedves gyülekezetnek, hogy nem számít minőségi időnek, hogyha egy kanapén ülünk és mindketten nyomkodjuk a kütyünket. Ahhoz sajnos tényleg valós fizikai és lelki jelenlétre van szükség egymás irányába. Egy olyan kultúrát alakítottunk ki, egy olyan életmódot az elmúlt két évtizedben, ami meglehetősen rideg kultúra. Hát, hogy másra ne utaljak, a komment szekciók hangneme. Ugye, de valahogy ilyen módon szoktunk a külvilág, maguk nem, dehogy is, de ne lepődjenek meg, hogy ott a maguk abban a városban élnek, ahol a brüsszeli körút meg a moszkvai körút megfér egy városban. Azért ez se semmi. Itt a béke szigete. Na, de ne lepődjenek meg, hogyha ott elindulnak úgy kicsit odébb a kerítés felé, akkor már találkoznak olyan helyekkel, ahol tényleg ilyen, szóval nagyon lehúzó, megkérdőjelező, a önbecsülésüket porrázúzó üzenetekkel nap mint nap fognak találkozni nagyon sokkal.
A párkapcsolatot érdemes egy olyan helyé, és a családi életet érdemes egy olyan helyé tenni, ahol pedig inkább az a szervezeti kultúra, hogy elismerjük, támogatjuk, bíztatjuk és erősítjük egymást. Ez ugyanis visszaszáll magunkra, ugye? Hogyha egy olyan családban vagy kapcsolatban élünk, ahol a másik tök jó fej, akkor ez engem is erősít. Ha már a párom egy seggfej, hát akkor én mennyire vagyok értékes, nem? Hát ilyet érdemlek. Na. Van egy ősi indián közmondás, miszerint ha gödörben találod magad, hagyd abba az ásást. A párkapcsolatok szempontjából ezt úgy szoktuk lefordítani, hogy van, amikor az segít, ha nem csinálom tovább azt, ami nem segít. És ez sokkal több, mint egy szójáték. Maguk biztos nem járnak így, de képzeljék, a klienseim szokták mesélni, hogy 87-szer elmondtam a páromnak, hogy a szennyes ruha magától nem jut el a szennyes kosárig. Érdemes lesz 88-szor, 89-szer és 90-szer elmondani, ugye? Mert hát látszik, hogy működik. Nem. Ha gödörben találod magad, az ásást hagyd abba először. Ha valami nem segít, így módon nem jutunk előre, akkor érdemes változtatni, más megoldások után nézni. Hát mondjak néhány konkrétumot, ugye? Az egyik lehetőség, hogy elölhagyom. Tudom, hogy engem zavar jobban, én vagyok otthon a rendes, engem fog zavarni, hogy ott van, nekem kell erőt vennem magamon, hogy nem baj, kibírom, ugyanis amíg elrakom, addig részt veszek a helyzet föntartásában, addig a párom bízhatban, hogy miért rakjam én el? Hát te úgyis elrakod, hát téged zavar, rakjad el, de... Szóval, hogy elölhagyom. Amikor elfogy a tiszta, jön a párom, hogy édesem, nem láttad az oknimat? Ott van-e? Ahol hagytad? A második lehetőség, ezek ilyen fokozódó lehetőségek lesznek, a második lehetőség, manapság mindenki kezébe van okostelefon, lefotózom. És megy Instára, rögtön, ugye, hogy mérnök úr idehaza, milyen derék rendes ember, ugye, majd Kecskeméten a német vezérigazgatók mit fognak szólni, hogy ilyen szépen ott van a kis zokni, csak lyuk ne legyen rajta, mert az egy más kontextus. Szóval, hogy és akkor dokumentálva van, ugye, amiről nincs fotó, az meg se történt. Na, és a harmadik lehetőség, ha már elég sok indulat összegyűlt bennem. Ehhez rózsaszín hímzőcérna szükséges, és legalább 6-os tű. Obszén ábrákat szükséges hímezni az elölhagyott ruhadarabokba. És majd, amikor ugye itt van a már megidézett német vezérigazgató, és a riportolás közben felcsúszik a pantallószára, és kivillannak a kopuláló egérkék, akkor majd jön egy ilyen újragondolási folyamat, hogy mit érdemes és hova. De nem lesz érdemes elmondani 88-szor, 89-szer, és 95-szer, hogy édesem, mondtam már, 89-szer. Magától nem jut el. A meseősöktől nagyon sok mindent tanulhatunk, a kapcsolat erősítése szempontjából is, de én most egyetlen vonatkozást szeretnék ideidézni. A mesehősöktől megtanulhatjuk az életbátorság jelenségét. Nagyon sok fiatal felnőtt kliensem arról panaszkodik, hogy nem lehet párt találni. Egyszerűen lehetetlen. Egyrészt hol vannak, másrészt pedig, hogy így hogy menjek oda, mi lesz, ha nemet mond, stb. Stb. A mesehősöktől megtanulhatunk nagyon fontos dolgokat. Az egyik, amit most ideidéznék, köszönöm az emlékeztetőt, hogy lejár az időm, de azért ezt még végigmondom. Tudják, a pasik ilyenek, ezt elkezdtem, azt még végigmondom. Szóval nincs olyan mesehős, aki miután magára öltötte az édesanyjától kapott jó meleg bekecsét, átvetette vállán a tarisznyáját, belerakta az otthonról kapott hamuba sült pogácsát, kezébe fogja az apjától kapott faragott vándorbotot, és utána otthon marad. A mesehős mindig elindul, és próbálja a szerencsét, elmegy a céundába, próbálja, ez a szerencse bő, ez nem az én fazonom, ezt nem rám szabták, de aztán lesz olyan szerencse, ami punkt rám való.
Szóval a meseősöktől megtanulhatjuk, hogy érdemes elindulni. A meseősök mindig elindulnak, amikor maguk ma este majd átmennek innen valamelyik vendéglátóipari egységbe, és azon tanakodnak, hogyha még két felest innék, oda mernék menni a lányhoz, de ha kettővel kevesebbet ittam volna, akkor meg oda tudnék menni. Szóval, ha ezt keresik, akkor gondoljanak majd a mesehősökre, hogy a mesehős mindig oda megy. Legfeljebb azt mondják neki, hogy nem. És végezetül a párkapcsolat egyik legfontosabb oldószere nem a szerves oldószer, hanem a humor, amivel nem a dolgokat változtatjuk meg, hanem azt, ahogyan látjuk őket, és nagyon nagy ajándékot adhatunk egymás számára, egymásnak, hogyha egy feszült helyzetet tudunk egy kicsit fonák módon, oldottabb módon, vagy humorosabb módon meglátni, megnézni, és ezzel oldjuk a hozzá kapcsolódó feszültség egy jelentős részét. Hát persze, bármit csinálhatunk, ne játsszuk el, hogy meglepődünk a következményein. Nagyon köszönöm az igazán kitartó és megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, nincs ráadás szám. Köszönöm szépen, viszont... Köszönjük szépen Kozma Vízkeleti Dániel előadását. Én is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Az STS Szabad Egyetem előadás sorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Racsmány Mihály, a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének, valamint a Kognitív Medicína Központjának vezetője tartja meg a Tanító kvízek, amelyek örökre megváltoztatják az oktatást című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!